Nagy Károly a Párciumban, Szatmár megye délnyugati részén fekszik, a Szamossíkságán. A város és környéke történelmi múltjának köszönhetően Erdély egyik leglátogatottabb turisztikai célpontjává vált. A városban napjainkban megközelítőleg 21 ezren élnek. A lakosság több mint fele magyar, 40%-a román, és jelentős a német nemzetiségűek aránya is. Bár kisváros, a 18. századtól 1876-ig Szatmár megye székhelye volt. A Károlyi család kiterjedt birtokainak uradalmi központja is Nagy Károlyban volt. A 15. században Nagy Károly teljesen a honfoglaló Kaplony nemzetségből származó Károlyi család birtokába kerül. A város nekik köszönhetően komoly fejlődéseket ért el. Nagy Károly és a környékbeli települések múltja igen messzire nyúlik vissza. A legkorábbi leletek a csiszolt kőkorszakból származnak. Először városként egy 1320-as oklevél említi. Aki egy kicsit ismeri a magyar történelmet, azt tudja, hogy a Károlyak a magyar főnemesi családok közé tartoztak. 17 kastélyt és várat építettek a régi magyar monarchiában. Persze jókat és rosszakat is mondanak róluk, de mi Nagy Károlyak büszkék vagyunk a Károlyakra, mert ők építették városunkat, és minden fontosabb épület, ami a városunkban épült vagy létesült, az kötődik a Károlyak nevéhez. És én úgy gondolom, hogy ez egy öröm lehet számunkra, hogy felújítjuk ezeket az épületeket, úgy, mint a kastélyt is felújítottuk. Nagy Károly megyei rangú város, Szatmár megye második városa, 21 ezer lakossal. Mi büszkék vagyunk arra, hogy Nagy Károlyban született Károlyi Gáspár, a bibliafordító, Kafka Margit, városunkban tanult Ady Endre, Kölcsei megyeházán volt főjegyző. Nagy Károly 2012-ben kiválósági oklevelet kapott, amiért az EU-s forrásból felújított Károlyi kastélyt tízezrek nézik meg, és amiért Párcium leglátogatottabb turisztikai központja. Ez nem is csoda, hiszen ma is eredeti pompájában magaslik a Károlyi grófok egykori uradalmi központja, amely nem csak fényűző báloknak, hanem jelentős történelmi eseményeknek is a helyszíne volt. A nagykárolyi várkastély első formáját Károlyi Lanc László építette 1482-ben, Mátyás király engedélyével. A kőház csak fokozatosan az elkövetkező évszázadok során nyerte el mai várformáját, amikor báró Károlyi Mihály 1592-ben árokkal vette körül a kőházat, majd ezt 1661-ben báró Károlyi László és Károlyi Ádám kőfalakkal és bástyákkal megerősíti. Később Károlyi Sándor újból átalakította, és igyekezett a modernizlés és kényelem minden eszközével felruházni. Mai stílusa vegyes, de harmóniát sugall. Hét tornya közül az egyik bástyaként magaslik. A kapuajszerű bejáratból a hatalmas előtérbe lépünk. Ezt a régi kastély belső udvarából alakították át, amely olyan tágas volt, hogy egy négyes fogat is nyugodtan megfordulhatott. A mennyezet fából készült, a gerendákat magyaros motívumok díszítik. Az előtér egyik ékessége a díszes kőkandalló a Károlyi család jelképeivel. A földszinten az épület délkeleti részében tágas kápolna található, amelyet először Károlyi Mihály alakított ki. A falai egészen az emelet mennyezetéig magaslanak. Az emeletre széles márvány lépcső vezet. A fenti boltíves folyósót és a feljárót gondosan elkészített, orsószerűen kifaragott fakorlát veszi körül. A folyósó falait hajdanán sportképek, szarvasagancsok díszítették. Ma itt a Károlyi család arcképcsarnoka látható.
innen nyílnak a grófok lakosztályai. Ezek eredeti pompáját és a család életvitelét tükrözik ma is a korhűen berendezett termek. A 19. századi leltárkönyv feljegyzéséből tudjuk, hogy már ebben az időszakban létrejött a Nagykárolyi gróf Károlyi kastélyban egy könyvtárszoba, dolgozószoba, melynek ebben a korszakban kettő szerepe volt. Az egyik a család szempontjából volt nagyon fontos, ugyanis a család, főleg bizonyos családtagok ide vonultak vissza, művelődni, olvasni, birtokigazgatással foglalkozni. A másik pedig a külvilág számára volt jelző szereppel. Általában itt fogadták a látogatókat, vendégeket, evel mutatván a családnak az intellektuális voltát is. Szinte bármelyik főúri családhoz, így a Károlyi családhoz is köthető könyvalapítások, könyvtárak létrehozása. Jelen esetben a Nagykárolyi kastélyban olyan teremben vagyunk, ahol több mint 2000 könyv található, és ezek gyakorlatilag az összes témakört átölelik, és különböző nyelveken íródtak. A Károlyi család nagy hangsúlyt fektetett a művelődésre. Saját nyomdát létesítettek, ahol számos könyvet adtak ki. A rengeteg hivatali munka, birtokigazgatási és városfejlesztési teendő mellett viszont nagy hangsúlyt fektettek a szabadidő tartalmas eltöltésére is. A lovashajtóvadászatok mellett szívesen játszottak társasági játékokat saját játéktermeikben. Ehhez hasonló biliárdasztalon játszottak egykor a Károlyi család tagjai is. Tudnunk kell azt, hogy minden nagyobb úri lakban, kastélyban volt egy úgynevezett tekeszoba, biliárterem, játékszoba, ahol a férfiak töltötték el a szabadidőt. Ide már bejöhettek a nagykorúságokat elérő fiatal férfiak is. Ide vonultak vissza bálok alkalmával, amikor megunták a hölgyek társaságát, nem volt kedvük táncolni. Ugyanakkor a férfiaknak ez egy társadalmi szempontból is fontos terem volt. Itt beszélgettek, itt olvasták el az újságot, elfogyasztottak egy italt, szivaroztak, pipáztak. A biliárd mellett nagyon kedvelt volt ebben az időszakban még a teke, a sakk és a különböző kártyajátékok. De nem csak férfiaknak, hanem nőknek szánt helységek is voltak a kastélyban, ahová visszavonulhattak. A női szalonok, buduárok a kastély legszebb részén helyezkedtek el. Innen nyílt a legszebb kilátás a kertre. Itt szépítkeztek, öltözködtek. A férfiak termét hasonlóan rendszerint kialakítottak a hölgyek számára is egy termet, ez volt a női szalon vagy a buduár. Ide vonultak vissza a hölgyek, itt készítették el a kézimunkákat, illetve itt zajlott a lánynak az erkölcsi nevelése is. A teremnek több funkciója is volt, egyrészt a hölgyek élték itt a társadalmi életüket, másrészt pedig a külvilágot fogadták ezekben a termekben. A vőlegények, látogatók, elsősorban a férfiak a megfelelő illemszabályok szerint és az előre bejelentkezések alapján látogathatták meg a hölgyeket ezekben a termekben. A kastély hatalmas mulatságok helyszíne volt, főként a családtagok esküvője során. Ilyenkor akár 8 napig is tartott az ünnepség. A szolgaszemélyzet száma meghaladta az 1000-et. Ezek a nagyméretű termek általában a fontos társadalmi, zene és táncos események színtereiből szolgáltak. Minél nagyobb volt egy családnak az anyagi háttere, annál nagyobb volt a bálterem is, ahol időközönként megrendeztek különböző táncos, zene és mulatságokat. Ezeknek a megrendelése általában a háznak az úrnőjére, jelen esetben a grófnőre hárult, és általában évente egy-két ilyen eseményt tartottak. Amellett, hogy ismerkedési szerepük is volt ezeknek az eseményeknek, tehát itt ismerkedtek meg a fiatalok egymással, úgymond regionálisan is fontosak voltak, hiszen a környéknek az elit társadalmi tagjai itt találkoztak évente 2-3 alkalommal. A levelezésekből kiderül, hogy Rákóczi fejedelem, amikor a kastélyba látogatott, számos alkalommal megtáncoltatta Károlyi Sándor lányát, Klárát. Károlyi család nem csak a bálok során, hanem az átlagos hétköznapokon is 10 fogásos lakomákon vett részt.
Az ebédlő volt egyik a legfontosabb helységeknek. Minden úri lakban, kastélyban megtalálható volt ez a terem a család társadalmi pozíciójától függetlenül. Míg egy szerényebb birtokkal rendelkező család egy kis ebédlőt tartott fent, addig a Károly család esetében akár 30-40 fő befogadására alkalmas étkezőhelységről beszélhetünk. Ahhoz, hogy egy korabeli ebéd vagy vacsora jól zajlódjon le, megfelelően képzett és nagy létszámú személyzetre volt szükség. Ilyen étkezés akár több tíz fogásból is állhatott, melyeket a személyzet a megfelelő illemszabályok szerint és a megfelelő sorrendben szolgált fel a család különböző tagjainak a számára. De nem csak a vár, hanem annak 9,5 hektáros kertje is Erdély ékességének számít. Gróf Károly Sándor külföldről különböző növényeket hozott, amelyeket elültetve valóságos dendrológiai parkká alakul a kastély udvara, amelyet angol kert is díszít csörgedező patakokkal. Ezek a fák, az idősebb fák 200-250 évvel ezelőtt voltak ültetve. A Károlyi grófok ültették, a zöme Olaszországból származik. A egyik ritkasága a platánfa, ami körülbelül 250 éves már. Ezen kívül még van a pálfrányfenyő a ginkgo biloba, ami szintén körülbelül 250 éves a grófok idejéből, amit ültettek. Aztán ami még nagyon érdekes, a lipocédrus, ami tudtommal csak 2 darab van az országban még belőle. Az olyan trópusi növényfajtáknak, amelyek nem bírják a téli hőmérsékletet, Károly Sándor egy pálmaházat építtetett. Ezt 2 tűzvész sújtotta, de 2013. januárjában újraépítették, és ismét elhelyezték benne a károlyiak kedvenc növényeit. A kastélyhoz tágas melléképületek, istállók is tartoztak. Itt volt a család lovaglóiskolája, 1858 elején pedig itt nyitották meg a nemzeti lovardát is. A tervek szerint az istállókat is felújítják majd a korabeli krónikák leírásai alapján. Korhű lovardát szeretnének kialakítani, hogy életre keltsék a lovas turizmust. A Nagy Károly szélén elterülő szőlős hajdanán szintén a károlyiaké volt. Mára már a lakosság és a turisták kedvenc szabadidős tevékenységének ad helyet, annál is inkább, mert itt található a termálfürdő is, amelynek vize számos betegség kezelésére alkalmas. A Károlyi család tagjait vitézségük és trónhoz való hűségük miatt becsülték az uralkodók, ezért az évszázadok során a családot és vagyonát különböző címekkel és adományokkal gazdagították. De nem csak az uralkodók, hanem a jobbátság tiszteletét is kivívták emberséges bánásmódjuk miatt, és azért is, mert felelősséget éreztek a közösségért, amellyel együtt éltek. A károlyiak nem csak a saját vagyonukat gyarapították, hanem jelentős összegeket fordítottak Nagy Károly város fellendítésére is, különösen az egyház és az oktatás területén. Létrehozták az első nyomdát, a gyógyszertárat, a vármegyeházát, templomokat, kórházakat építettek. Károly Sándor a jobbágy gyerekek számára iskolát alapított. Piarista szerzeteseket hozott a városba, és megbízta őket, hogy kezükbe vegyék az oktatást. A piarista iskola még ma is áll. Évről évre több mint 5000 diáknak adják át a kötelező tananyag mellett a vallásos értékeket. A családtagok közül kiemelkedő szerepet tölt be Károly Sándor, aki a magyar történelem fontos momentumának szereplője volt. Ő volt az, aki II. Rákóczi Ferenccel együtt irányította a szabadságharcot a Habsburg abszolutizmus ellen, majd szintén ő volt az, aki ezt lezárja a szatmári béke megkötésével. Ennek a lépésnek a helyességéről még mai napig is vitáznak a történészek.
ám a teljes katonai összeomlás elkerülése érdekében Károly Sándor egy reálpolitikai döntésnek tartotta a béke megkötését. Pálffy János gróf, a Labanc csapatok parancsnoka, tábornok, levelet ír Károly Sándornak, amelyben felajánlja a béketárgyalásukat. A két szabadságharc vezető egymásra talál, mert úgy gondolják, a magyarok megmentésének egyetlen megoldási lehetősége a békekötés. Így aztán a nagymajtényi síkon 1711. április 29-én a kuruc katonák leteszik a fegyvert, és annak jeléül, hogy tovább nem folytatják a harcot, földbe szúrják zászlóikat. Ennek a történelmi eseménynek emlékhelyet állítottak, ahol minden év áprilisában megemlékeznek nem csak a környékbeliek, hanem a Kárpát-medence számos településéről érkező turisták is. Károly Sándor nevéhez fűződik a svábok betelepítése Szatmár vármegyébe. Erre azért volt szükség, hogy talpra álljon a harcok és a pestis járvány miatt elnéptelenedett vidék. 30 települést alapított számukra. Bár sokan az idők során elmagyarosodtak, kulturális és vallási hagyományaikat, népszokásaikat mai napig is megőrizték. Míg a főbirtokos család Nagy Károlyban a családi központot építette ki a Károlyi kastéllyal és a hozzátartozó gazdasági épületekkel, a várostól 5 kilométerre található Kaplonyban vallási központjukat hozták létre, a kolostorral és a családi templommal. Ezeket az évszázadok során többször újjáépítették. Először bencés szerzetesek tevékenykedtek itt, de mivel a 17. századra a monostor elnéptelenedett és romba dőlt, gróf Károly Sándor újjáépíti, és Salvator János ferencesek számára új kolostort alapít. Itt ma is élnek ferencesek, ők viselik gondját a családi kriptának. Ezt Károly Sándor építette abból a célból, hogy a család halottait egy közös mauzóleumban helyezhessék örök nyugalomra. A kriptában összesen 38 személy van eltemetve. A 38 személy nagy része a Károlyi család férfi tagja, vagy két női tagja is van ide temetve. Azon kívül ide temettek még jó néhány más családból származó asszonyt is, akik házasság révén léptek a Károlyi családba. A kriptában először a koporsók a földön voltak, a két fülkés fal helyén, fejjel a külső fal fele helyezve. 1904-re a koporsók száma a földön annyira megszaporodott, hogy több koporsó már nem fért, és ezért építették meg ezt a két fülkés falat. A fülkékbe behelyezték a koporsókat, a fülkéket világos színű márvány táblával zárták el, amelyre felírták az illetőnek a nevét, születésének és halálának a dátumát. A díszkoporsókat és a fülkéket soha nem nyitották fel. Minden eredeti állapotban van. A 9 díszkoporsó mellett 2 ezüst urna is látható, amelyben Károly Antal és Károly József feleségének a bebalzsamozott szíve van elhelyezve. Legutóbb 2010-ben volt itt temetés. Károlyi Consuelót és Károlyi Lajost temették ide. A legrégebbi szarkofágok az 1600-as évek elején készültek Pozsonyban bronzból, amelyeket festett képek borítanak. Az 1700-as években készített nyughelyek hármas koporsók. A holttesteket egy ólomkoporsóba, az ólomkoporsót fakoporsóba, azt pedig egy domborművekkel díszített bronzkoporsóba helyezték.
Károlyi Ferenc koporsóján lyukak láthatóak. 1944-ben a szovjet katonák meglátogatták a kriptát, és elkezdtek lövöldözni. Kémeket, partizánokat kerestek a koporsókban. A parancsnokuk végül lefújta az akciót, így nem sikerült teljesen feldúlni a kegyhelyet. A kripta ékessége ez a 6 méter magas márványfeszület, amelyet egy tömb karrarai márványból faragott ki a firenzei Pietro Bazzanti szobrászművész. Az oltárt ugyancsak egy darab márványból készítették. Ökrös szekérrel szállították Firenzéből Kaplonyba. Ezt a kriptát Közép-Kelet-Európa legnagyobb, legszebb éppen maradt családi kriptájaként tartják számon. A családi mauzóleum ajtaját 1948-ban nyitották meg először a látogatók előtt. A Károlyi kastély évszázadokon át a Károlyi család uradalmi központja volt. Egy idő után elnéptelenedett. A családtagok kihaltak vagy elvándoroltak. Ezután többféle rendeltetése volt. A bécsi döntés után Károlyi Melinda grófnő, gróf Károlyi Gyula volt miniszterelnök felesége, oktatási célokra a honvédségnek adományozta a Nagykárolyi várkastélyt. Ekkor hozták létre a kadétiskolát, a Károlyi István honvédtiszti fiúnevelő intézetet. A 20. század folyamán a kastélyban kórház, tüdőszanatórium és tiszti kaszinó is működött. Ma az önkormányzat viseli gondját, egy uniós pályázatból tetőtől talpig felújították, termei állandó és ideiglenes kiállításoknak, koncerteknek adnak otthont. Próbálunk minél több olyan eseményeket szervezni, amelyek vonzzák a turistákat is, de viszont életet kelt a kastélyba, és a károlyiak is, vagy szatmáriak is, a környékbeliek azt érzik, hogy itt mindig történik valami, és ez nagyon-nagyon fontos. Szerintünk ez a hely tökéletes arra megmutatni, hogy mire vagyunk büszkék, beleértve a történelmünket is, és a kultúránkat is. Tavasztól késő őszig a kastélykert is életre kell. Nem csak azok látogatnak ki a dendrológiai parkba, akik nyugalomra vágynak a lombos fák árnyékában, hanem azok is, akik a kulturális pezsgésre vágynak. Számos rendezvényt tartanak itt, utcaszínházi előadásokat, középkori fesztivált. A turisták a kastély mellett rendszerint a hajdani szarvasfogadót is meglátogatják. Itt találkozott először Petőfi leendő feleségével egy megyebál során. De a látogatók nem csak az impozáns épületek miatt utaznak Nagykárolyba és környékére, hanem a szellemi örökségek miatt is, amelyek ebből a városból indultak el útjukon. Ebben a házban született Kafka Margit írónő. Jelenleg lakóházként használják, és bár a városvezetés szeretné irodalmi múzeummá alakítani, a tulajdonjog miatt egyelőre ez még várat magára. De nem Kafka Margit Nagykároly és környékének egyetlen neves szülötte. Ady Endre is a nagykárolyi piarista iskolában tanult. Ennek emlékét egy márványtábla is őrzi az épület oldalán. Ady szülőfaluja Érmincszent, Nagykárolytól 15 kilométerre található. A település 1955-től a költő nevét viseli. Ennek a falunak a csendje adott ihletet Adinak a szülőföld témájú verseihez. Ebben a kis nádfedeles parasztházban látta meg a napvilágot a költő. Szilágyi Enikő, a házgondnoka, sok érdekességet tud a család életéről. Nem is csoda, hiszen az ő nagymamája volt Adiék cselédje, akinek később Ady édesanyja odaajándékozta a régi házat és a később épült kúriát is.
1957-ben ezeket emlékmúzeummá nyilvánították. Évente több mint 5000 turista látogat el ide. A másik látogatott emlékhely Nagy Károlytól alig 30 kilométerre található Sző-Demeter, Kölcsey Ferenc szülőfaluja. A költő halálának évfordulóján minden augusztusban elzarándokolnak ide a Kárpát-medence különböző részeiről, hogy megkoszorúzzák a himnusz írójának emlékművét. A 24. alkalommal megtartott ünnepség alkalmával örülök, hogy eljöttek népesebb csoport. Nagy Károlynak és környékének sikerült megőriznie a sok évszázados szellemi és tárgyi örökséget, amelyeket a Károlyi család és az itt született irodalmi személyiségek adtak az utókor számára. Így hát nem meglepő, hogy ennek a történelmi és kulturális múltnak köszönhetően Erdély és Párcium egyik leglátogatottabb városa.